két férfi került egymás mellé, tulajdonképpen két fiatal ember, akiket a véletlen hozott össze, legalábbis a véletlen rendelt egymás mellé a mai műsorban, de talán mégsem egészen a véletlen. Az elsőre egy hölgy, egy telefonáló hölgy hívta fel a figyelmemet, valami olyan felkiáltással, hogy ilyet még nem látott. Hát, miután megismertem, azt kell, hogy mondjam, ilyet én már láttam, őt magát, a mai első hőst. Ide. A következő lesz, megvárjuk, míg Bogdány lejön, utána a következőt csináljuk. Mindenki bepakol, a kormányos ura. Tekoer, István, kétvezi, Gergő, kétvezi, hol van? Itt vagyok. Oké, egy, mert hol a másik? Ott van, jó? Hajóban legyen víz. Gonda Balázs, hol van? Itt van mellette. Jó, hajóban legyen víz, meg legyen a felszerelés, lehetőleg gyerekek üljenek most kivételesen, mert tehát több, mert csak 10 hajónk van, vagy 9, nem tudom pontosan. Na most, ezek után mind a hajóba a víznek ott kell lenni, mert Szentendrén darálunk le, és jövünk vissza. Jó? Bogdán csatlakozik, Szentendre csatlakozik, és így fogunk lemenni, így fogunk visszajönni. Menjünk előre, be középre! Mindig így indul a hétvégi túra? Általában így indul, annyi különbséggel, hogy nem együtt szoktunk menni mindig Bogdánnyal, de ha ide jönnek, akkor mindig együtt valamerre együtt megyünk. Akkor mindig. Bogdány a másik tábor? Bogdány a másik tábor, a barátom a Lakatos Jancsi valaki, valahol ott hátul jön, ő kíséri. Most itt az van, hogy van egy vezérhajó, majd mindjárt majd el is fogok küldeni egy jó hajót, aki megy előre, és mindig zár. Tehát valakinek zárnia kell, hogy biztonságba tudjunk menni. Ez fontos. Hány gyerek, hány hajóval indul ilyenkor neki? Ez jó, hogy egyből rátapintott a lényegre, hogy hibáztam, fogalmam sincs. Na azért én láttam, hogy pontos naplót vezettek, hogy mely hajóba kiszáll. Igen, hajónaplót kell, hogy ha jönnek a szülők, akkor meg tudják mondani, hogy melyik hajóba, és körülbelül mikor érkezik. Fel lehet eleveníteni a kezdeteket? Tehát, hogy mikor kezdődött ez a... Egyáltalán hogy is hívják? Hajós tábor, vagy micsoda? Hát én ez... úgy nevezem, a pontos nevünk a Vadkacsák, ez a Lányfüli Gyermek Víziflotta Egyesület. Ez úgy indult, hogy én Szentendrén csináltam 3 évig, ott alapítottam a Szentendrei Gyermek Víziflotta Egyesületet, majd el fog menni mind a két táborhely mellett, és tulajdonképpen ami most jelen pillanatban a Dunakanyarban van, ahhoz hál' Istennek mindig ez van közöm. A Bogdányoknál 1 évig tanítottam ezt az egészet, azóta egész szépen fejlődtek. Szentendrén 3 évig, most csinálok még egyet Szentendrén, úgyhogy jelen pillanatban több száz gyerek. Több száz gyerek, aki kedvtelésből, illetve hát szabad idejében ráérősen megtanul evezni, hajóval bánni? Igen, ennél sokkal többet tanul meg. Tehát az, hogy megtanul evezni, úszni, táborozni, ezek ilyen alapvető követelmények, mint ezek annyira hozzá tartoznak, mint hogy valaki megismeri a kereszttáblákat, mondjuk, amikor a gépkocsival. Szóval én sokkal többet tanul meg, ha már ennek a példának vagyok, hogy alkatrészekre szedjük az autót. Tehát itt azt jelenti, hogy megtanulják a gyerekek mindazt, hogy hogyan kell együtt élni,
hogy hogy kell a másikat tisztelni, mert valaki jobb evezős, valaki jobb kormányos, valaki, szóval minden gyerek másban jobb. Tehát a hierarchiát itt is be kell tartani? Ez hierarchia itt is van. Ezt én találtam ki, mert én vagyok a főnök, ez egy jó dolog. Én találtam ki, és vannak különböző rangok, ezeknek a rangoknak meg kell felelni. Hogy kerülnek egyáltalán ebbe a táborba a gyerekek? Hát először úgy kerültek, hogy úgy indult, hogy én vettem egy hajót, ezt a hajót vettem Füreden egy erdőbe. És amikor erdőben ez megvolt, hajót? Aha, egyik éjjel a Lakatos Jancsi barátommal. Meghallottuk, hogy a Balaton-Füredi kölcsönzőt felszámolják, és valami erdőben van. Most ettől izgalmas vált a dolog, hogy gondoltam, hogy akkor olcsón hozzá tudok jutni. És így vettem nagyon olcsón, nagyon jó hajókat. Ugye amikor megvolt, akkor jöttek először a szűk baráti kör jött le, meg a közvetlen lányfalusiak, és most majd 40-50 fő lányfalúi gyerek nyaral itt. De hogy meghirdették ezt, hogy lehet ide jönni hétvégenként? Hát a jó dolog az úgy megy, hogy egyszer elindítja valaki, és akkor jönnek. Na most, hát ez tényleg nagyon jó, mert az egyik gyerek elmegy az iskolába, és azt mondja, hogy itt vannak a fotók, itt voltunk, és nem hiszi el, hogy ilyen helyeken lehet járni. A Rábán, a Mosoni Dunán olyan szép helyeken járunk, hogy azt mondják, hogy ilyen nincs. Tisztán ez kedvterésből és hétvégén, ugye? De hétköznap szabadság. Például te is dolgozol. Igen, én hétfőn megyek vissza dolgozni az irodába. Egy minden hétfőn? Irod, minden hétfőn vissza kell menni dolgozni, sajnos. Hol, merre dolgozom? Pesten egy fordítóirodába, ez egy multilingual nevezeti fordítóiroda, aki az én keftelésemnek alárendelte az irodai munkáját, tehát elviselik, hogy én napközben a vadkacsáknak telefonálok, meg rengeteg üzenet van, meg anyagilag is támogat. Jó, nem sokkal, de támogat. És aztán pénteken este kijöttök ide, összetoborozzátok a gyerekeket, és akkor elkezdődik a hétvégi buli? Igen, úgy kezdődik, hogy pénteken kijön, fölverik a sátrat, általában mindig kijön egy felnőtt, aki ügyeletes, tehát van, aki a konyhát intézi, és akkor mindenkitől beszedünk 100 forintot, ez a napi költség. Egy napra egy gyerek 100 forintot fizet? Igen, ebből megkapja mit? A reggeliét, most tojásrántotta volt, nem tudom hány százalahány tojást törtek föl, meg valami gombát vettek, úgyhogy készült egy ilyen gombás reggeli, és akkor ugye lesz egy bableves, amit valószínűleg fölvesztek, mert gyönyörű színe van. A bableveseivel a füstölt, hogy libacombbal vagy pulykacombbal, teljesen mindegy, filézett, ez a lényege. Tényleg nagyon jó. És akkor van szörp, üdítő, valamikor banán, alma, szóval olyan dolgokat szedünk mindig, amit itt a környékben olcsón tudom. Jól értettem, 100 forintból? Aha. De hogyan jöttök ki? Nem tudom. Ez nem van, én ehhez értek. Az, hogy a szakácsok miből dolgoznak, az az ő dolguk. Tehát én múltkor, mostani Rába túrán egyszer nem volt zsír. Elfelejtették betenni. Na most azt mondtam, hogy ekkorát nem lehet hibázni, mert le lesz látva az egész személyzet. Na most ebből egy nagy rumni volt, épp a kőműves sörözőből rendszeresen összejárunk, megbeszéljük a dolgokat. Ott az volt, hogy megmondtam, hogy még egyszer előfordul, hogy nincs zsír, meg nincs hagyma, és nekem fél órát azért kell ott várni. Mert fél órával később tudunk elindulni, akkor kész, akkor nem lehet hibázni. De mondd, a személyzet például alkalmazottakból áll, vagy az is a baráti társaság? Baráti társaság. Része. Azért lehet így alázni őket, mert hát ha nem bírnák el. Szóval olyan elviselhetetlen ember vagyok, hogy ezt csak a barátaim tudják elviselni. Úgyhogy... Tehát ha jól értem, akkor te és a baráti köröd, a gyerekek, nem tudom én, vízi jártasságát szolgálandó létrehoztátok ezt a társaságot? Igen. Közben megjöttek a szentendreiek is. Tehát itt különböző falvakban csatlakoznak, igen, aztán hozzátok. Igen. Itt mindig jövünk, és egyszer csak megjelennek, és akkor jönnek. Akkor valamerre elmegyünk, akkor mondja azt, hogy ne erre menjünk, hanem menjünk arra. És akkor megfordítom a flottát, és akkor megyünk arra. Csak hát most kitaláltuk azt, hogy megyünk a Szentendrére, és ez jó, hogy lemegyünk. Na most ennyi felnőtt, ugye hát lehetne olyan értelemben a saját ura is, hogy ahányan vagytok, összeálltok, és érzitek jól magatokat gyerek nélkül, mert hát a gyerek azért nagy felelősség, pláne ennyi. Igen, ez biztos, hogy így van, hogy jól éreznék magunkat, mivel ez a baráti társaság 10 éves barátság, úgyhogy minden héten összejöttük. De gyerekek nélkül, szóval nem élet az élet. De ezekre a gyerekektől tényleg nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Egy csomó mindent, emberséget, tisztességet, becsületet. Szevasz Jenő, gyertek velünk! Emünk Endrére! Endrére! Bírod még? Ő megnyitott egy halós sörözőt, ő is egy hülye gyerek, olyan, mint mi.
aztán egy sörözője van, de minden hétvégén ő is tanítja Szentendrén a gyerekeket. Ő most változatlanul nem értem azért, hogy mi volt a vezérmotívum. Rendben, hogy a gyerekektől sokat lehet tanulni, de hát felnőttkorban tanulni, bár nem szégyen, de minden esetre kicsit elkésett. Nem hiszem, hogy önmagában véve ez. Ez egy olyan dolog, hogy először is a legelső az úgy indult, hogy én 10 évig nem csináltam semmit. Na, ezt meg kéne egy kicsit magyarázni, hát, mert hogy akkor miből éltél? Igen, ezt úgy csináltam, hogy végül is éltem ilyen normális életet. Otthon a lakásba, neveltem otthon a gyerekeket, meg aztán itt voltam a Dunaparton, és mindig olyan jó fájdalom a szívvel gondoltam erre az egészre. Elég fiatalon nősültem, és azóta ez még tart. Most már nem is tudom hány éve, 16-17. Szóval nagyon nehéz velem együtt élni, és nagyon, tényleg velem, mert ez nekem a víz, ez egy olyan dolog, hogy én mindent alárendelek. Miért? Te kora gyerekkorodtól kezdve vízen nőttél föl, vagy? Az én nagypapám az hajós volt, egy török hajós, úgyhogy hát lehet, hogy onnan van a vér. De ami nagyon fontos az, hogy voltak iszonyú nagy tanáregyéniségek. Hát kezdve az én legelső mesterem, az a Viske Éva néni volt Szentendrém. Egy csodálatos pedagógus. Azért nem akarom itt mondani, hogy milyen borzasztó, hogy ezek a nagyon jó pedagógusok el kell, hogy menjenek zöldséges kofának, el kell, hogy menjenek takarítani. Valami iszonyú mostuha körülmények között élnek, akik nekem ezt a mesterséget megtanították. Ugyan a vízi jártasságot? Ezt a vízi jártasságot. Révné, tessék átfigyelni, Jancsi! Úgy biztosítsd a révet, hogy pörgessük át magunkat rajta. Nyugalom van még a rév lejjebb. És a mostani rendszerben pedig az a legfontosabb, hogy olyan egyesületeket hozunk létre, ami politikamentes. Hát ez nagyon fontos. Na most a gyerekeket politizálnak, manipulálnak iszonyú gusztustalan módon. Tehát nekem itt van vallásos ateista, cserkész, nem cserkész, úttörő, nem úttörő, mindenki jön. Mert egy a lényeg, hogy a gyerek jól érezze magát. Na most ezért, ha a gyerek jól érzi magát, akkor ez egy olyan fajta öröm számunkra, mint amikor egy autóversenyző megnyer egy versenyt, vagy egy győztes röplabda meccs után, amit 10 évig csináltam. Szóval ez ilyen. Akkor van ott tartottál tehát, hogy ezt a vízi úttörőséget, te is akkor így ez voltál, ugye? Végigcsináltad, és aztán 10 évig lejártál, mert nem csináltál semmit. Igen, akkor építettem a házam lányfalun, meg látják, milyen barom módon jönnek? A szentségit. Magázod a gyerekeket? Amikor dráma van, akkor igen. Amikor ilyenek, hogy nem tudnak megtartani egy rohadt hajót ketten, a lány meg szép, akkor probléma van. Nem mosolyogjál, nem mosolyogjál. Azért, mert jó kormányosod van. Tehát? Építettél Építettem a lakát, a házam, így a házam. Van. Ezt megcsináltam, és elegem lett. Tudod, mert rájöttem ahhoz, hogy iszonyatos pénz kéne ahhoz, hogy úgy rendezzem be az egészet, meg úgy éljek, ahogy mondjuk élni szeretnék. Kezdve, hogy az embernek olyan bútorra legyen, olyan autója legyen. A mindene. Ezt nem lehet győzni. De azért fölépítetted a házat, meg berendezted, meg vettél egy autót? Igen. Szóval azért még ezt úgy belefért még. Én nagyon sokat dolgoztam. Volt olyan 8 állásom volt. Tehát én, amikor abba lehetett a legtöbb pénzt keresni, mint hegymászó, ilyen kötelekkel tataroztuk a házat, akkor azt csináltam. Akkor lezuhantam, ahhoz képest elég jól nézek ki. Lezuhantam, akkor azt abba hagytam. Akkor plakátragasztótól kezdve sírásaig mindent csináltam, amiben pénz volt. Általában azt a munkát csináltam, amit megfizetnek. És akkor ebből elegem lett, mert soha nem volt annyi pénzem, hogy jó legyen. Úgyhogy azt mondtam, hogy vége, és azt csinálom, amihez értek. Tehát én ehhez a vízhez értek, tudom ezt az egész vízi életet, vagy vízi mesterséget meg tudom tanulni, vagy tanítani, és valahol én majd ebből is szeretnék megélni. Na de hát mondjuk, egyelőre semmi jele nincs semmi annak, jele, hogy ebből meg mert 100 forint az legfeljebb az önfenntartásra elég. Igen, gyerekenként és naponként, elég, ugye? Pontosan arra elég, így van. Az a, hát egyet azért el kellett, hogy érjünk, hogy 1 forintos nyereség legyen. Tehát azért kell 1 forintos nyereség, mert ha bukunk, akkor baromi sok pénzt bukunk, és előbb-utóbb szóval nem fogjuk tudni pótolni, akár a 100 forintot, akár az 1000-et, akár. Szóval nyereségnek kell lenni, de ez olyan 1 és mondjuk 25 forint között. De ez egy egyesület? Ez egy valamilyen egyesület. Szervezeti formát öltött ez? Ez egy egyesület.
ez egy gyerekegyesület, 10 fő a felnőtt vezető, aki az egyesület tagja. Ezek a te barátaid? Ezek az én barátaim. Ezeknek van beleszólásuk abba, hogy mit csináljunk, tehát hogy mi az elkövetkezendő feladat, tehát hogy most vegyünk egy trélert, amivel csónakot szállítunk, vagy vegyünk még 50 evezőt, ezeket eldöntjük, hogy mi a legcélszerűbb. De miből veszitek ezeket? Hát önmagától az egyesület nem fiatza a pénzt. Hát remélem a feleségem nem fogja nézni az adást, meg senkinek a felesége, úgyhogy hát ami van, úgy otthon elvisszük. Szóval az összes jutalmunk itt van, az összes prémiumunk, meg az összes olyan pénzünk, amit ugye otthon el lehet titkolni. Nagyon szimpatikus magatartás ez különben. A Tóni az ellopja a koszpénzt, a szigeti Tóni, soha nem felejtem el, és akkor kibérelt egy vízicsúzdát, mert egy boxoló volt, és azt mondta, hogy te nekem van 500 forintom, és akkor most egy óráig a gyerekek rohangáljanak a csúzdát. Szóval inkább ez a lényeg, hogy olyan kevés pénzből tartjuk föl magunkat, ez itt rengeteg pályázatot is csinálunk, hogy hát ha az emberek úgy látják, hogy ez egy jó ügy, már pedig én hiszem és vallom, hogy ez egy jó ügy, akkor ezeket az egyesületeket kéne támogatni. Most nem feltétlenül minket, bár ez jó lenne, de az ilyen hasonló egyesületeket kéne támogatni, ahol már van valami, vannak eredmények, és biztosítva van, hogy ha azt a pénzt ők ideadják nekünk, akkor mi az utolsó centig el tudunk velük számolni, és minden pénzünket így a gyerekekre költjük. Megpróbáljuk a gyerekeket is úgy bevonni, hogy ezeket tanulják meg. Tehát, hogy kevés pénzből érezzék jól magukat. Tehát nem csak az a jó, amikor az ember Kubában voltam, és a leggyönyörűbb szállodában. Erre annak is van egy varázsa. Meg a Karib-tengernek is. De a Rábának, a Dunának szintén megvannak ezek a varázsai, csak tudni kell. Tehát úgy kell tudni ezekkel a kincsekkel bánni, hogy a gyerek észrevegye, hogy uramisten, milyen szép helyen lakik. Meg egyáltalán itt nem tudtak úszni az emberek. Hát itt nőtek fel a Duna partján, és nem tudták átúszni. Hát a gyerekek zöme nem úszta át még a Dunát. Na most nálam meg folyamatosan ússzák át, ez a Moson itt van, az kisebb víz, utána majd eljönnek a Dunát is át fogják úszni, természetesen kísérőkkel, meg biztosítással, meg egy gyerek átúszik két felnőttel. Biztos nem én döbbentelek rá, de ez iszonyatosan nagy felelősség, ennyi gyerekkel. Na, hát azért, mert értek hozzá. Szóval aki itt van, ez érti a mesterségét. Tehát azért nem látjuk mi ennek a felelősségnek azt a részét, mert épp azt mondtam itt, hogy én egy diktátor vagyok. A Vizente egy diktátor? Igen. Meg? Tehát ha valaki nem úgy csinálna, most azt mondom, hogy oda kössön ki mindenki, de hogy tehetünk egy próbát is, ha gondolod, akkor mindenki kiköt. És senki nem meri megkérdezni, hogy milyen ott. Aki megkérdezi, az tudja, hogy retorziót kap érte. Húzzuk át magunkat! Ahogy figyeltem, itt mindenkinek Bece neve van. Téged hogy szólítanak a gyerekek? Én Pepe vagyok. Engem mindenki így szólít a Vizen, így is ismerek minden tábortűznél, de az ember már, akinek neve van. Tehát amikor idejöttek a gyerekek, még nem volt nevük. Hogy érted? Hát volt egy vezeték, meg volt egy kereszt. Ott mondjuk a Csorba Sándor. Az úgy hívták, hogy Csorba Sándor, a kutyát nem érdekli, hogy ő most Csorba Sándor. De amikor átjött egy ilyen hétrettenetes nagy Vizen, a Tahisi híd alatt, de 80 centis hullámok voltak, iszonyú nagy szél volt, hajó, minden. Akkor annyira élveztek körülbelül, mint amikor a vikingek megtámadják az ellenséget. Úgyhogy a neve attól a naptól fogva első Viking Jemájel. Úgyhogy neki már neve van, mert egyszerűen az ilyen vad dolgokat nagyon élvez. Mit szólnak a kollégáid? Meg úgy a baráti körnek az a része, amely nincs ebben benne. Hát azt mondja, hogy én egy elmebeteg vagyok. Én egy hülye vagyok. Szóval ezek a legegyszerűbb kifejezések. Aztán amikor látják a filmet, vagy megnézik a fotókat, akkor úgy, ha megváltozik a kép, akkor azt mondják, hogy ez egy csoda. Attól félek, hogy egészen jó irányba neveljük a gyerekeket. Mindent megtanulnak, és szóval tudnak örülni. Tudnak annak örülni, hogy jöttek az előbb a szentelők, jönnek a szentelők, meglátogatjuk őket, megvendégeljük őket, leültetjük őket. Tehát tanítunk egy olyan régi polgári tisztességet így a Vizen. Tanunk egy olyat, hogy a kamerát le ne fröcsköljétek, mert marha drága, oda kell érni az egész hajóállományt, vagy mi. Ugye jól gondolom, Pepe, te egy nagyon boldog ember vagy. Igen, igen. Hát gondold el, én minden hétvégén itt vagyok, és várnak, és mindenki szeret, és bárhová megyek, érted, átölelnek, ide jönnek. Úgy, nagyon boldog ember vagyok. Amit ebbe te beleültél az elmúlt évek során, abból
valószínűleg azért már meglehetne az a ház, az az autó, az a televízió, és így tovább, persze, amiről valaha álmodtál. Persze, hogy meg lehet. Igen, csak akkor nem látnám a pirkambrust evezni, meg nem látnék egy csomó mindenkit. Nem lennék boldog. Otthon ülnék a mit tudom én milyen autómban, meg a mit tudom én milyen karosszékben. Így télen elmegyek meleg vízre, hogy elmegyek síelni, nyáron elmegyek a vízhez. És tudod, én mindig azt mondom, amikor az ember úgy majd esik be a krematóriumban, tudod? Csak saját magának tehet szemrehányást, hogy hogy én. Én még úgy kiintek a népnek, tudod? Hogy még az utolsó leheletemmel. De ezt nagyon kell szeretni, tudod? És amikor a gyerekek néznek egyszerűen, hát én nem lenne gyerekként, hogy biztos elpusztulnék. Most nem azért, mert ilyen nem lehet, hanem mert ezek csodálatosak már. Nem tudok más mondani. Én azt hiszem, hogy nagyon szimpatikus magatartás Pepé. Jól jegyezzük meg, jól jön ez még nekünk rosszabb időkben. A másik fiatalember, mondjuk úgy beidegződéseink szerint, vagy első ránézésre, talán kicsit furcsa, egyesek esetleg meg is vetik. Én azt mondom, hogy az ítéletet hagyják a végére. Következik Feri. Nézzék csak meg ezt a közeledő fiatalembert nyakában a táblával. Egy pillanatra meg lehet állítani a filmet? Igen, köszönöm. Nos, önök szerint ki lehet ő? Talán egy rosszkedvű munkanélküli a több százezer közül, aki így próbál kevéske pénzhez jutni? Esetleg azt is gondolhatják, hogy ő egy lecsúszott értelmiségi, akinek ma már nem igen számít, hogy mivel keresi a kenyerét. Vagy az is megfordulhat a fejükben, csapzott hajáról, kissé fáradt tekintetéről, hogy ő egy hajléktalan, mondjuk egy menekült, aki ezzel a táblahordással üti agyon idejét és keresi a pénzét. Ireland, what about the menu first? The price is in pounds for you, so from 80 pence to 2 English pounds or Irish pounds, the average price is the most expensive dish costs a bit more than 3 pounds. One bottle of champagne costs less than 3 pounds, remember that. We have wines and beers as well. So I give you a leaflet and some explanations you need, yeah? So here we are now on Vasa Street, yeah? Yeah. This street. Just follow the street, straight ahead, down south, and one street before the main road you'll find a fountain with a statue of a small naked boy standing right in the middle of a circle. You turn left there, go to Forensic Square where the church stands on the left side and metro stop is there, 2M3, the blue line. You go on the main road there, staying right side, as you go to the second street, you will see the restaurant in Cukor Street, but to make it easier for you, I painted red apples on the floor from the underground to the restaurant. Cannot miss that. We're open from 12 till 10 p.m. every day. And Irish people like music, so from 7 till 10, classical guitar concert for you. Try it. Very good. Okay, thank you. Okay. Bye. Mond, nem unalmas egész nap egy táblával a hátadon, illetve a melleden Váci utcát járni? Most belátom, az első kérdésből nem derült ki, ki is ő. Még a mindjárt kiíródó címből sem fog. De azért ne veszítsék szem elől a következő 20-21 percben, mert története sok tekintetben lesz meglepő. Hogy ne csigázzam tovább az érdeklődést, kérhetem a címet? Köszönöm. És most már jöhet a mindent megvilágító beszélgetés. Mondjuk induljunk az elsőként feltett kérdéstől, illetve az arra adott választól. Hát ez attól függ, hogy milyen napon van. Nagyon változóak a napok. Van, amikor unalmas, sőt,
nagyon elszomorító, amikor sok olyan emberrel találkozom, aki nem tudom miért, de gúnyt üsz belőlem, hiszen ez egy nagyon olyan, mint egy céltábla az a tábla rajtam. Komolyan mondod? Tehát gúnyt üznek belőled? Hát pontosan, hiszen meglátják, hogy valaki táblát cipel, ez már mondjuk egy bizonyos gondolkodásmódnak, ez egy nagyon mókás, nevetséges valami. Két hónapja volt az, hogy eltörték az állkapcsomat. Tényleg? Igen, egyszerűen. Hogy miből kifolyólag? Hát valakivel beszélgettem, valaki elkezdett hozzám beszélni, elkezdte ismételgetni, amit mondom, hogy maradjon már csöndben. Szó-szót követett, oda mentem, egy dupla gyűrűvel bevágott, és rögtön eltört az állkapcsom délután 4 órakor. Úgyhogy minek nincs kitéve az ember, ha táblás ember? Így van. Te hogy adtad a fejed erre? Hát az úgy volt, hogy az étterem tulajdonosa, régi jó barátom, gyerekkori barátom, mivel a bátyával együtt jártam általános iskolába 8 éven keresztül. Ő tudott arról, hogy én klasszikus gitározom a Família rendezőintézetnél, plusz még Szentendrén a Görög utcában a barátommal kint utcán zenéltünk különböző slágereket, Bob Dylan, Beatles, magyar dalokat, gyerek, hogyha sok gyerek jött, akkor gyerekblokk volt a műsoron, és megkeresett, hogy ez tavaly májusban volt, hogy most nyílik az étterem, illetve nyitott, hogy szeretné, hogyha én játszak. Hát, mivel én autodidakta módon tanultam gitározni, mondtam, hogy inkább keressen egy profi zenészt magának, de mondta, hogy jöjjek el és játszak, és majd ő eldönti, hogy erre alkalmas vagyok-e. Na most akkor hogy lett a gitárosból táblás? Igen, hát arról volt szó, hogy én itt nagyon szépen elgitároztam, és nekem csodálatos volt, mert volt úgy, hogy tavaly júniusban itt egy vagy két vendég volt este. És hát bizony ebből nem nagyon volt látogatott ki, ezek hogy esetleg be kell zárni az éttermet, vagy csődbe megy. Én mindig úgy jöttem be, hogy a Deák tértől gyalogoltam, és rengeteg ember volt az utcán. Ezek között rengeteg külföldi, és akkor már feltűnt egy-két szendvicsember, főleg fekete fiúk, még ma is két srác ott dolgozik közülük, és akkor mondta a tulajnak, hogy hát nekünk is ezt kéne csinálni. Siete voi italiani? Sì? E vegetariane un po'? Ah, ecco. Siamo qui sulla via Vaci, questa via, grazie. Végül is ugye akkor a gitáros a táblás ember, ez most már kiderült az eddigiekből. Ezért te plusz juttatást, plusz pénzt kapsz, hogy naphosszatot hordod a táblát? Hát ez tulajdonképpen nekem abból a szempontból gyümölcsöző, hogy én a saját nézőközönségemet, illetve hallgatóságomat toborzom. Tehát, hogyha két ember van az étteremben, az nekem anyagiakban nem jelent túl sokat, de mivel kiteszek egy kis tálkát, amikor zenélek, akkor hát ezt többen észreveszik, észlelik, és ha tetszik nekik a zene, és hajlandóak erre áldozni, akkor hát ez is persze változó, hogy van, amikor hopp, van, amikor kopp. Ez épp olyan, mint az utcai zenélés, csak én mondjuk védve vagyok az időjárás viszontagsága ellen. Javarészt külföldiek jönnek ide? Többnyire külföldiek, tényleg magyar vendég alig van. Van olyan este, hogy magyar szót nem hallani. Általában, hogyha bekonferálom a következő zeneszerzőt, vagy esetleg mesélek az életéről, általában az angol nyelv az, ami általános, hiszen angol szászok, amerikaiak, angolok, skótok vannak, nagyon sok holland, akik hát természetesen mind beszélnek angolul. Hány nyelven beszélsz te? Angolul ezek szerint mindenképpen? Igen, hát folyékonyan, tehát úgy, hogy így társalogni tudjak, mint veled, úgy angolul, németül, franciául és olaszul. És hát konyha nyelven, hogy elmagyarázzam, hogy jutnak ide, és egy-két szót mondjak az étteremről, úgy még egy kicsit spanyolul, egy kicsit görögül, néhány szót arabul is, és svédül és hollandul, vagy flamandul megtanultam. Hol sind Sie? Aus Nürnberg. Nürnberg, Deutschland, so. Hier sind wir jetzt an der Wartestraße. Ja. Viele Taschen, die wir hier so passen, ja, ja. Sie auf mit der Handtasche. Sie wissen, dass
ja, da. Ja, ja, und vor. Ja, besser. So, Sie laufen nach Süd geradeaus. Jawohl. Und vor der Hauptstraße... 10 nyelvnél is többet beszélsz. Na, számolt. Ez nem igaz. Konyha nyelvek konyha ezek. Nyelven. Ami különösen... Régen ugye a Váci utcában elég sok arab pénzváltó volt. Egészen idén, Ramadán első napjáig akkor a rendőrség, aki addig védte őket, bekeményített, és nekem egy kicsit rossz, mert én ugyan nem csencseltem, viszont nagyon sok mindent tudtam tanulni. Tehát tanultam új szavakat, kifejezéseket, gyorsan leírtam egy kis papírra, és akkor ez azért mindig halmozódott a tudat. Végzettséged szerint mi vagy? Gitárművész, nyelvtanár? Végzettségem semmi, tehát ezeket nagyjából magam. Tehát a klasszikus gitárt magamtól tanultam. A nyelvek közül is az angolt magamtól, mert gimnáziumban angolt szerettem volna tanulni, de végül is német tagozatra tudtam csak bejutni, mert az angol tagozat már betelt. És egyszer csak fogtál egy angol nyelvkönyvet, felütötted és... Elkezdted megtanulni, elsajátítani a nyelvet, az angol nyelvet? A könyvből ezt nem lehet megtanulni, mindenképpen kell a kiejtést hallani, tehát nagyon sokat jártam moziba. A moziba járás természetesen nem csak a nyelvtanulás miatt, hanem filmek is érdekeltek, viszont régebben, hál' Istennek, nagyon kevés film volt szinkronizálva, általában feliratos filmek voltak. Azt mondod, hogy szakképesítésed semmi. Ezt értsem szó szerint? Szó szerint, hiszen... Hát nem tudom, lehet, hogy azért, mert volt valami kis tinédzser koromban nagyon sok Jack London könyvet olvastam, és hát nagyon lenyűgözött az, hogy ő aztán teljesen self-made man volt, teljesen autodidaktaként, tehát dolgozott rengeteget, és amellett képezte magát. Tehát az, hogy én el akarok olvasni egy könyvet, vagy nyelvet tanulok éppen, vagy egy új darabot megtanulok, hát az miért? Az ember szeret valamit, és igazán akarja, úgy érzem, hogy meg tudja csinálni. És emellett, hogy én pénzt kerestem azzal, hogy elmentem gimnázium után rögtön segédmunkásnak egy vállalathoz, kocsikísérőnek, aztán egy nyomdában segédmunkásnak, vagy színházban díszítőnek, ez mellékes volt, illetve a színházban még rengeteg élmény járult hozzá, hogy még plusz fejlődhessek. Nem is volt valamiféle ambíció túl azon, hogy autodidakta módon tanulj meg oly sok minden? Vagy pedig az a típus vagy, aki hagytad magad folyatni az eseményekkel, ahogy lesz, úgy lesz alapon? Aha, hát igen, tulajdonképpen valóban talán ambíció az nem sok van bennem. Tehát ha ambíció lenne bennem, akkor biztos nem vennék fel táblát, mert ez valami alantas dolog lenne, sokan ezt is képzelik. De valahogy úgy gondolom, hogy rengeteg dolog van az életben, amit az ember megtalálhat és megszerethet, anélkül, hogy esetleg ez egy pozícióhoz vagy karrierhez kötődne. Te mit keresel az életben? Hát ez nagyon jó kérdés. Attól függ, hol. Az utcán igyekszem olyan embereket keresni, zsák megtalálja a foltját alapon, akik esetleg érdeklődnek a zene iránt, akiknek itt este tudok valamit nyújtani. De akiknek én is még az utcán igyekszem nyújtani valamit, hiszen ha már Magyarországra jöttek, akkor vendégszerető legyek, kedves, segítőkész. Tehát túlmégy például azon, hogy elmondod az étterem, hol található, meg mi található benne? Természetes. Tehát van, akinek dióhéjban elmondom Magyarország rövid történetét, hiszen elküldöm őket a Nemzeti Múzeumban, ahol ugye a Szent Korona van, és egy kiállítás a magyarokról. Utána a Hősök terét javasolom a kolonnáddal és a királyszobrokkal. És elmondom, hogy mit nézzenek meg Budapesten, vagy hogyha Magyarországon is óhajtanak még körülnézni, akkor Dunántúlon, Tiszántúlon, északon, délen milyen helységek vannak, amit érdemes megnézni. Tegnap volt egy ilyen eset, hogy két franciát megszólítottam itt az Irányi utca sarkán, akik valami kis térképet böngésztek, hogy netán segíthetnék-e. Még nem tudtam, hogy franciák, mert külsejük alapján nem, tehát először angolul, németül próbálkoztam franciául,
mindegyik nyelven elmondom, hogy segíthetek, és akkor mondják, franciául is beszél? Mondom, igen, hát szeretnének egy... Először szeretnék tudni, hogy hogy lehet jutni a Ferenciek tere templomához, meg a Nemzeti Múzeumhoz. Elmondtam nekik, és mondták, hogy hát szeretnének este egy szép budai vendéglőbe venni. Mire mondtam, hogy Náncsi néni vendéglője szerintem a legjobb talán Pesten. Hát, hogy ez vajon nyitva van-e? Vagy hogy kell oda jutni? Mondom, ha nem haragszanak, jöjjenek be, mert nem volt náluk rendes térkép. Itt adok nekik ingyen egy térképet, felrajzoltam nekik az utat, és gyorsan felhívtam Náncsi néniéket, és mondtam, hogy két francia autóval el fog menni hozzájuk, várják őket szeretettel. Hm. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak, és mindenáron... Nagy szívről tesz bizonyságot tudnék, ahelyett, hogy lebeszélted volna Náncsi néniről, és a saját éttermetekbe invitáltad volna őket. Természetesen, ha mutattak volna egy pici érdeklődést, akkor behívtam volna őket, de annyira valami budai kis vendéglőbe vágytak, és annyira a franciák rendkívül nagy százalékban húsevők, szóval alig egy-két embert tudok behívni. Ugye régen az volt, hogy volt valami létbiztonság az országban, ezelőtt tudom én hány évvel, és amellett volt az, hogy azért lehetett ügyeskedni. Tehát lehetett korruptnak lenni, meg kiskapukat megkeresni. Most az van, hogy tényleg nagyon kemény farkas törvények vannak, és aki nagyon gátlástalan tud lenni, a kiskapuk ugyanúgy megvannak. Tehát egy ilyen a szociálkommunizmus rothadó talajából gyönyörűen felszökő ilyen kis uborkafák vannak, amire csodálatosan fel lehet kapaszkodni, hogy az ember elég gátlástalan. Na de te nem vágyod, ugye? Sem az uborkafát, sem a felkapaszkodást. Nem, hiszen nekem, ami igazán valamit jelent, azok ezek a belső dolgok. Ennek is van aztán... Már milyen belső dolga? Bármilyen. Tehát ami nekem valami belső élményt és elégedettséget, és boldogságot nyújt, és örömet. Azaz? Ott van. Az a gyűrű, egy levél, egy ajándékkönyv, vagy egyszerűen az, hogy valaki megköszöni a szép estét. De ennek van előzménye, ezt még el kell mondanom, hogy hát én, mivel elég sokat dolgoztam már tínédzser koromtól kezdve, volt egy időszak, amikor egy olyan munkahely, pont amikor engedélyezték Magyarországon a GMK-kat. 82-től egy GMK-ban dolgoztunk, ahol először még csak napi 8 órát kellett dolgozni, de nagyon keményen, kint a szabadban. És bizony akkor tényleg mindenem meg volt. Tehát akkor volt egy kis lakásom, volt, aztán autót is vettem, egy használt ladát, volt egy mesterhangszerem, ami tényleg csodálatos volt, a Spanyolországban vettem, és szóval anyagi javaim voltak, és akkor hirtelen 85-ben, január 1-én, akkor még volt munkahelyem is, egy fodrászatot takarítottam, megszűnt az a munkahely, tehát attól kezdve gyakorlatilag munkanélküli vagyok, és egy ismerősöm, aki rendkívül kedves, barátságos hölgy volt, és volt egy üzlete, kölcsön kérte a megtakarított pénzemet, de az összeset, sőt, én még kölcsön is kértem édesanyámtól. Annyira gyümölcsöző üzletnek tűnt, amit ő ajánlott, és gyakorlatilag 85 második hónapjában, februárjában kiderült, hogy leírhatom azt a 932.000 forintot, ami akkor nagyon nagy pénz volt. Úgyhogy eltűnt a pénzzel együtt? Igen, kiderült, hogy ez tulajdonképpen olyan 150 embernél megcsinálta, és a rendőrség olyan 45 milliót bizonyított rá, amiért kapott vagy 3 évet, vagy 3,5-et, amiből 2,5 év letöltése után, ahol megbecsülésnek örvendett börtönkörökben, hiszen nagy menő volt, most biztos vidáman él. Na most te ott maradtál semmivel? Én ott maradtam semmivel, de ez olyan volt, hogy én plusz el voltam adósodva, mert édesanyámtól kértem pénzt, hiszen, hát én úgyis
majdnem 1 millióval rendelkezem, úgyhogy hát el kellett adni rögtön a kocsimat. Aztán kaptam fizetési felszólítást, hogy az illetékhivataltól megkerestek, hogy bizonyos felemelt illetéket fizessek be kamatokkal és kamatos kamatokkal együtt, mert kölcsönadtam pénzt, és a kölcsönadó és a kölcsönvevőre egyformán vonatkozik az a jogszabály, ami azóta megszűnt, hogy ennek a bizonyos százalékát be kell fizetni az illetékhivatalnak. Na most közölte az ügyvéd, hogy ha ezt nem csinálom meg, akkor végrehajthatnak. Hát mondom, mit hajthatnak végre rajtam, Talácsi lakásom maradt csak. Azt mondja, az nem érdekli őket, azt kényszercserére kényszerítenek, és akkor a különbözetet vonják. Úgyhogy végül is már a lakás sincs meg, mert azt is el kellett cserélnem. Ez a hatalmas zuhanás, ez azért úgy érintett engem, hogy egy jó fél éves időszakban úgy nagyon ott voltam, ahol Pop Pristin mászkál az őrült naplójában, hogy most belezuhanok a mélységbe, és én is bekerülök a bizonyos cellába, vagy fönnmaradok. És hát én elég józan életet éltem addig, de volt az a fél éves időszak, mikor egyszerűen nem utasítottam vissza, megkínáltak, mert ugye esküvőkön... Ittán? Rendesen? Nem, hanem egyszerűen szükség volt olyan, esküvőkön ugye pezsgőzés van, és meg szoktak kínálni, mikor marad egy pohár pezsgő. Én ezt addig az időszakig visszautasítottam, egyszer nem igényeltem, és akkor volt egy olyan, hogy annyira labilis voltam lelkileg, hogy éreztem, hogy ha nincs egy kis párna, amiben az alkohol párnájába kicsit beburkolom a lelkemet, akkor egyszerűen bele polondulok, vagy valami. Pont amikor kiderült, hogy gyakorlatilag az anyagi javaim megszűntek létezni, akkor elmentem, pont volt egy koncert, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, állandó kedvencem, és elmentem a koncertre, végighallgattam, és csodálatos volt. És utána mentem ki, és azt mondtam magamnak, hát figyelj öreg, te valahogy nem vagy az a típus, akinek ez sikerül, hogy pénzbe fektetni, meg pénzzel bánni. Abszolút nem tudok a pénzzel bánni. Bemegyek egy ruhát venni, az biztos, hogy valami probléma lesz ezzel a ruhával. Feltöri a lábam a cipő, vagy rossz a nadrág, vagy szűk, vagy bő, vagy akármi. Ezért is aztán eléggé régi a ruhatáram. És azt mondtam, hogy jó van akkor, ami neked igazán szép volt, ez a mai este volt. Akkor foglalkozz csak az ilyen belső dolgokkal. És akkor lettem belső építész. Te így mondod, hogy belső igen, építész? Igen, azt hiszem, ezt tulajdonképpen senki nem látja. Tehát megyek a Váci utcán, ott van a tábla. De az, hogy én közben esetleg kiötlök egy újabb, egy másodperces novellát, és azt gyorsan fogok egy papírt és a tollat, és leírom, ez magánügy. És aki esetleg olyan ember, hogy én látom rajta, hogy ez örülne neki, akkor annak esetleg megmutatom, és annak esetleg szerzek egy, mondjuk elneveti magát, vagy tetszik neki. So, let's jump to the next century, Hungarian tune by an unknown composer. That's why I'm showing this very interesting picture of a Hungarian statue, which you can find in the city park near Hero Square. In the yard of Vajdahunyad Castle stands this statue, and the title is Anonymous. He was a living person, the notary of King Béla III of Hungary, and he wrote a very interesting book about the early Hungarians in Latin language. The title was Gestorum Hungarorum, a history of Hungarians. Nobody knows his real name because he called himself Anonymous. And this statue became the symbol of the unknown person. So, Korea Hungarica, Hungarian dance by an unknown Hungarian composer from the 17th century. Most írtam pont nem régen egy új zenei étlapot, mert ez már az 5. változat. Ugye, amikor újabb darabokat tanul az ember,
akkor mindig hát azt felveszi a zenei étlapra. És a... Úgy, van egy zenei étlap, és a helyi közönség. Persze, kint van minden asztalon, és ezt... rendelhetnek zenét hát, is, nem csak... Tulajdonképpen étlap. Szoktak rendelni is, de ez tulajdonképpen olyan, mint mondjuk egy zeneakadémián a program. Na most én nem írtam ki egy program, mert ez kicsit snob lett volna. Ha már étteremben vagyunk, akkor zenei étlap, aminek örülnek is, mert szellemesnek is tartják néhányan. Ez olyan tematikusan és időrendi sorrendben felállított zenei étlap, hogy a reneszánsznál elkezdem, és akkor kortárs zenéig végig megyünk minden koron, és a klasszikus gitár nagyjai. Szóval foglalhatom úgy össze mindazt, amit hallottam, hogy mostanság jól vagy már magaddal. Alapvetően azt hiszem nem. Szóval ez valahogy akkor úgy tudnám elmondani neked, hogy Kovács úrat kiengedik az elmegyógyintézetből, és elbúcsúzik mindenkitől, és 10 másodperc sem telik el, visszarohan, és azt mondja a főorvosnak, hogy főorvos úr, kinn ül egy rigó a fán, és engem figyel. Tehát Kovács úr, hát ön tudja, hogy nem giliszta. De Kovács úr azt mondja, hogy én tudom, de a rigó tudja. Szóval valahogy én is így vagyok, hogy hát én tudom magamról, hogy sok minden érdekel, meg sok mindennel foglalkozom. De a többi ember tudja. Kovács úrat kiengedik az elmegyógyintézetből, és elbúcsúzik mindenkitől, és 10 másodperc sem telik el, visszarohan, és azt mondja a főorvosnak, hogy főorvos úr, kinn ül egy rigó a fán, és engem figyel. Tehát Kovács úr, hát ön tudja, hogy nem giliszta. De Kovács úr azt mondja, hogy én tudom, de a rigó tudja. Nagyon bízom abban, hogy aki végighallgatta Feri történetét, pontosan tudja, hogy hova tegye őt. A többi rigó, az ő viccével élve pedig, azt hiszem nem számít.